Idén elkezdik az Albert Stadion bontását, így a Ferencváros stadion nélkül marad. Springer Miklós, a Ferencváros elnökségi tagja szerint csak Budapesten belül költözhet a klub. A Csepel stadion is szóba került, mint lehetőség. De vajon tudják, milyen állapotok vannak a béketéren? Mik azok a részei a pályának, amiket fel kéne újítani ahhoz, hogy mondjuk egy hasonló színvonalú pálya legyen, mint most a Ferencvárosi stadion? Hát azért az nagy beruházást igényelne, de kisebb átalakításokkal NB1-es mérkőzést lehet rendezni. Mikor a Ferencváros NB2-be volt, akkor a bajnoki meccseiket is idehozták, és itt rendeztük meg. Azt mondom, hogy némi átalakítás kell, de egyébként szerintem alkalmas lenne a pálya NB1-es mérkőzés megrendezésére. Jót tenne a pályának, hogyha Fradi ide jönne? Én azt mondom, hogy igen, mert rá kellene költeni a pályára, hisz azon kívül, hogy nagyon szűk állagmegőrzés van, azon kívül nagyon több pénzt nem áldozunk a pálya minőségének megtartására, de én szerintem mindenkinek jót tenne, hogyha egy NB1-es csapat játszana itt a bajnoki mérkőzéseit. A stadion főépülete kétségbeejtő állapotban van, ez már kívülről is jól látszódik. Omladozó falak, kiálló csövek, rozsdás táblák és lépcsőfeljárók jellemzik az épületet. De vajon mi vár ránk az épület belsejében? Készüljenek fel! Ha beljebb lépünk, akkor sem fogad minket bíztatóbb kép, a békebeli bútorok és berendezések még talán tűrhetőek is, de az általános iskolai szintű öltözők láttán kíváncsiak lennénk mondjuk Mark Otten arcára, amikor belép az ajtón. Tovább haladva elszörnyedhetünk a dermesztően lepukkant vizes blokk állapotán is, itt teljes felújításra lenne szükség. Pedig egy négyszeres magyar bajnok, jelenleg csak NB3-as csapat készül itt hétről hétre. A VIP páholyba lépve akár Marty McFly-nak is érezhetnénk magunkat, de ez itt nem a Visszajövőben 4 című akciófilm, hanem Csepel a valóságban. Nehéz ide képzelni például Kubatov Gábor elnök urat, amint szakadt fotelekből nézi imádott csapata meccseit, miközben a kopott pulton mögötte Orbán Viktor könyököl és Rikája barátját, amiért a Vidi veri a Fradit. A pálya talaja még csak-csak elfogadható, persze egy kis hengerlés nem ártana neki, de azért lehet rajta focizni. A lelátóval már több gond lenne, mert az bizony nem európai színvonalú, de még csak a gyenge magyaros szintet sem üti meg. Ha kilépünk a stadionból, a környezet nem hazudtolja meg önmagát, hiszen jól látszik. Csepelen megállt az idő. Hát itt játszana a Fradi? Down, 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 down